kívánatos család Szegeden, és ezért engem nem akartak gimnáziumba se fölvenni. Szerencsém volt, mert cselló tanultam, és a cselló tanárom egyben zenegimnázium igazgatója volt, és azt mondta, hogy Soron kívül beraklak. Aztán egyetemre se akartak fölvenni, de akkor közbeavatkozott Kalmár Laci bácsi, és azt mondta, hogy hát végül is kitűnően tanulsz, hát matematikát csak érted, én fölveszlek matematikusnak. Így kerültem matematikusnak. Azonban matematikával nem lett volna nagy baj, de én a fizikát nagyon nem szerettem. Tetejébe egyszer eltört a térdem, nem voltam ott, amikor a pörgetyű mozgásokat leadták, akkor még nyomtatott jegyzet nem volt. Elmentem cigorlatozni, nem tanultam meg a pörgetyű mozgásokat. Kihúztam, elvágtam. Ott voltam egy elvágott cigorlattal, amikor éppen kifele bandukoltam, találkoztam Laci bácsival, és azt mondta, ősztől kezdve egy új szakot indítunk, a matematika mellett fölveheted a számítástechnikát, fizika helyett. Azt mondtam, nem tudom mi az, nem találkoztam ezzel, de ha fizika helyett lehet fölvenni, akkor fölvenszem. A diplomamunkáig könnyen elkerültem, meg kell mondanom azt, hogy én jó matematikus voltam anélkül, hogy megtanultam minden tisztességesen, meg is értettem minden tisztességesen, de azért nem volt bennem az igazi matematikusnak az a mélyen szántó látásmódja. Egy-kettő olyan is volt a évfolyamon, és ilyetbe vettem észre, amikor diplomamunkára került a sor, hogy ha mindenkinek van valami diplomamunkája, Galois elmélet, meg olyan furcsa dolgok, amiket én megértettem, de nem volt igazából semmi különösebb gondolatom hozzá. Bementem a Laci bácsihoz, hogy Laci bácsi, én miről tudnék diplomamunkát írni, és valami olyasmit gondoltam, hogy biztos valami statikai egyenlet, parciális differenciál egyenlet kiszámítás, vagy valami ilyesmi. Azt mondta, Miklós, te zenét fogsz szerezni számítógéppel. Soha életemben nem hallottam olyasmit, hogy számítógéppel valami egyebet is lehet csinálni, mint egyenleteket megoldani. Laci bácsi azt mondta, hogy én nem tudom megmondani, hogy ez hogy kell, de van Pesten egy ifjú barát, rosszul mondom, van Pesten egy barátom, bizonyos Csépfalvi Károly, fölmész hozzá, és majd ő megmondja, hogy mit kell csinálni. Én írtam egy lapot Csépfalvi Károlynak, megkövettem, és szerényen megkértem azt, hogy segítsen nekem a diplomunka megírásában, és visszajött egy lap. A lapon valahogy ilyen körmönfont szöveg volt, hogy kedves barátom, örömmel fogadlak most, amikor éppen ezt és ezt a számítógépet installálom, és így tovább, és így tovább. Néztem a lapot, és nem tudtam mi az, hogy installálom. Kezdtem a latin szótárba keresni, hogy installálom, aztán valahogy úgy hittem, hogy ez az installommal áll kapcsolatban, és akkor megalkozódott Csépfalvi Károly képe, egy olyan 70 éves, csokornyakkendős, pedáns, vasatnadrágú valaki, és hozzá remegve egyszer bekövetkeztem Budapestre, bekopogtam az ajtón, éppen ott volt a installálás alatt álló 803B, és senki nem volt láthatóan a teremben, és beköszöntem, hogy jó napot kívánok, mire egy ilyen arcú, kicsit dagadt, barna, köpenyes fiatalember úgy előbukkant a gép közül, és azt mondja, hogy mit akarsz. Mondom, Csépfalvi Gyulát keresem, azt mondja, én vagyok. Rögtön odaadott nekem egy könyvet, ami a véletlen számgenerálásról szólt, egy másik könyvet, ami Hiller és Isaacsonnak volt. A könyve is arról szólt, hogy Amerikában egyszer hogy szereztek valamiképpen számítógéppel zenét. Azt mondta, hogy leülsz, annyi számítógéped van, amennyit akarsz, szerez számítógépet. 62-ben volt, ott írtam meg a diplomamunkámat, és sikerült is számítógép zenét szerezni, amelyhez mintaanyagul, statisztikai mintaanyagul Kodálynak a 5 fokúját használtam fel.